Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. 16-án hétfőn dr. Toller László pécsváros polgármestere fogadta a Városházán Kürtösi Zsolt 10 próbázót és Cukor Zoltán gyaloglót, a két PVSK-s pécsi olimpikon sportolót. Kötetlen beszélgetésben a Sydneyben járt fiúk beszámoltak élményeikről, majd pedig a város nevében emléklapot és jutalmakat vehettek át a polgármestertől. Ezzel a megemlékezéssel köszönték meg a városvezetők a sportbizottsági tagok eddigi munkájukat, az olimpiára való kijutásukat és helytállásukat. A folytatásban labdarúgás, most már képekben is. A PMFC az NB1 B csoportjában a Nagykanizsát fogadta szombaton 14-én az új meccsek aljai stadionban. Mérkőzésen megmaradt a matematikai esély a bentmaradásra. Az első félidőben már biztos 3-0-ás vezetéshez jutottak a hazaiak. Jól és taktikusan játszott Toma Árpád csapata. Minden csapatrészben felülmúlta a vendégeket. Szabó Gáfé DNS góljai után 11-esből Márton növelte az előnyt, majd Király talált még a hálóba. Ezután Matus helyére beállt Herbert, és Pekére egy védelmi hibából Nagy Csaba révén szépítettek a vendégek. Ezzel kialakult az 5-1-es végeredmény. Szezonzáró rádióirányítású repülő modellező versenyt rendeztek a Pogányi repülőtéren október 14-én szombaton. Az időjárás kegyeibe fogadta a versenyzőket és az érdeklődőket, remek tavaszi idő és mérsékelt keleti szél jellemezte az egész napot. Az ország sok szegletéből érkeztek versenyzők, és legjobban a taszári és a budapesti modellezők szerepeltek elektromos vitorlázó kategóriában Cifra Lajos Budapestről. A rádióirányítású vitorlázó kategória győztese Gyurcsán György szintén Budapestről érkezett, antik motorosban duplázott Gyurcsán, az élethű modelleknél pedig Koncsák Sándor volt a legjobb taszáról. A versenyről még beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióba a főszervezőt, rendezőt, Mohai Istvánt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Mennyire fontos egy ilyen évadzáró verseny, tehát mi ennek a fő célja tulajdonképpen, hiszen nyilván a verseny évadban már annyira nem számít bele. Igen, fontos azért, hogy magunkra találjunk már a jövő évi szezonra, hiszen azt kell előkészíteni. Úgy nézem, hogy sikerült megállapodnunk egy-két kategóriának a létébe, előre menetelébe. Az más, hogy én szomorú vagyok, mondjuk, hogy a saját egyesületemnek a versenyzői nem álltak a dobogon. Őszintén meg kell mondani, hogy úgy néz ki, hogy van egy generációváltás. Na most hát egyetlen egy gond van, hogy azt nem tudjuk, hogy ki álljon a generációnak az élére. De hát ezt megtalálni mindig a nehezebb feladat azért, mint nagyon-nagyon jó versenyzőt találni. Milyen volt ez a hétvégi verseny? Milyen volt a hangulata? Nagyon kellemes volt a hangulata, hiszen ilyen időjárásban nem szenved az ember, hanem egy kicsit felszabadultabban tud játszani, és én így is szeretném megköszönni azoknak, akik kijöttek a repülőtérre, hogy velünk tartottak. Láthattak egy különlegességet, érdekességet is. Össze szoktam keverni a két kategóriát, de majd kijavítasz. Van a gázturbinás, és van a sugárhajtású. És igen, ha nem tévedek, akkor a te elkészült sugárhajtású gépedet láthatták igen, az érdeklődők. Igen, az tehát Pulzó, ugye a közönség kedvence, újból régi formájába dübörgött 6 percen keresztül. Magam se figyeltem eddig a hosszú éveken keresztül rá, hogy ilyenkor zizeg az ember alatt a talaj. És ez nem a fűnövése. Ez nem a fűnövése, igen. És nagyon-nagyon stabilan viselkedett, tehát egy nagyon jó előpróba volt a gázturbinához. Amit, hát ha le nem döntenek a lábamról a szellemek, akkor azért még ebben az évben egy aranyos, kedves napon még az is levegőbe emelkedik. A gázturbinás gépek pedig már egy bevált és többször jól működő kategória volt. Például a pécsi modellező napon láthatta az érdeklődő közönség. Igen, sajnos akkor még ugye a külföldiek kezében. De ha szabad mondanom, akkor ezen ne csodálkozzon senki se,
mert ha belenéz, fantasztikus mennyiségű elektronika van beledugva, szóval abszolút nem hasonlít már a modellezésre, hanem valami ilyen kellemetlen száguldó ágyugójóra. Pista bácsi, ezzel a versennyel végleg lezárult, akkor az idei szezon is már csak tavasszal láthatunk hasonlót? Igen, neki kezdünk a jövő évnek, ahol szeretnénk a modern repülőnapot. Vannak többen, akik búcsúzni készülnek, szóval meglátjuk, hogy hogyan áll össze az egész dolog. Bár ennek vannak ellenzői is, de nagyon-nagyon nehéz ezekkel a 300-zal száguldó, mit mondjak, szörnyetegekkel mondjuk együtt repülni kint a repülőtéren a másik repülőkkel, hanem kell valami megoldást találnunk, hogy teljesen függetlenül tudjunk tréningezni. Reméljük, hogy akkor legközelebb talán már erről is be tudunk számolni. Én a következő évad építéséhez jó munkát, jó egészséget kívánok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást is velünk. Én meg azt köszönöm, hogy egész évben velünk tartottatok. Köszönjük. A postai világnap alkalmából rendszeresen összejönnek a környező megyék postásai, hogy egy jó hangulatú sportnapon mélyítsék el a barátságot. Az idei őszi rendezvény is kitűnően sikerült, pécsi győzelmekkel. Az idei postai sporttalálkozón is számos sportágban mérték össze erejüket Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye postásai, valamint a meghívott horvát vendégek eszékről. Összesen kb. 80-100 postahelyről érkeztek a vendégek Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyéből. Milyen vetélkedőkön vagy ügyességi számokban mérhették össze az erejüket? Kispályás labdarúgás, női és férfi csapatok küzdöttek, asztali teniszben ugyancsak nők és férfiak, ezen kívül egyéb ügyességi számokra került sor, darc, kötélhúzás, zsákbanugrás. Milyen hagyományai vannak már ennek a rendezvénysorozatnak? Ennek 3-4, de inkább 5 évre visszamenő hagyományai vannak. Évente 2 alkalommal rendezünk úgynevezett 4 megyés regionális tornát. Egyet tavasszal, ezt a szabadtéren, akkor több sportágat tudunk szerepelni, egyet pedig így az őszi időszakban a postai világnaphoz kapcsolódóan, októberben, és itt a teremsportok jöhetnek csak számításba. Milyen volt a hangulat a mai napon? Hát szerintem kiváló, főleg az előző mérkőzésen a női döntőn, ahol csak a rendes játékidőt követő 7 méteresekkel dőlt el az elsőség sorsa a pécsiek javára a szekszárdiak ellenében. Ezen kívül is jutott az örömből, hiszen a női labdarúgó csapat mellett aranyérmes lett a férfi labdarúgó csapat is, valamint asztali tenisz női egyéniben Horvátné Szörényi Zsuzsa. Nagyon kiegyenített volt a mezőny, sokat játszottunk, nagyon jól menete volt az egész szervezésnek, nagyon jól éreztük magunkat. Hát én is, mint egyéni játékos, mint csapatjátékos, nagyon jó ez a sportnap. A sportnapokon általában megismerjük a többi postást is, különmunkát végzünk, nagyon megfelel, szóval nagyon jót tesz a dolgozóknak is, mert mindenkinek nagyon jót tesz a sport szerintem, úgyhogy nagyon szeretem ezeket a postás sportnapokat. Pláne, ha első helyet tud szerezni, milyen érzés volt? Hát nagyon jó érzés, első helyet is nagyon jó érzés szerezni, vagy elsőnek is nagyon jó lenni, viszont a játék is sokat számít, mert nem mindenki jut játék lehetőséghez, és minden játék lehetőséget ki kell használni szerintem, aki teheti, szóval ahol lehet, ott indulunk. Női egyéniben, tehát sikerült itthon tartani a bajnoki címet. Csapatban ez sajnos nem jött össze, hogyan alakult ott a verseny? Hát csapatban nem, 3 fős csapatokat alakítottunk ki, és női férfi vegyesen. Hát ott sajnos nem sikerült, ott a második körbe kiestünk, úgyhogy sajnos ott nem értünk el eredményt. Nyugodt Magyarország! Hogy fogadják az érintettek, a dolgozók ezeket a közös sportrendezvényeket? Én azt gondolom, hogy nagyon jól, évek óta megy itt. És 400-500 szemét, amikor így meg lehet mozgatni 4 megyéből, és ilyen hangulattal, hát ez valami fantasztikus. Ennek hangulata van, ennek valami varázsa van, egyre többen vagyunk, egyre többen érzik azt, hogy itt kell, hogy legyenek. Szekszárdon mennyire vannak hagyományai a postás sportnak?
Szekszárdon nagyon nagy hagyományai vannak. Most is 50-en vagyunk, egy harmada a dolgozóknak, akik úgy érzik, hogy itt kell, hogy legyenek, és részt kell, hogy vegyenek ezen a fantasztikus eseményen. Férfi, női, kispályás futballcsapat, és én tulajdonképpen meg is vagyok elégedve a szereplésükkel, mert a lányok másodikok lettek, a fiúk pedig harmadikok. 12, illetve 6 csapatban. És ahogy egy ilyen baráti találkozón lenni szokott, a sűrés az élcelődés sem szorult háttérbe. Én a szexuális csapat! Hello Pécs, ki fogtok esni? Hajrá, Fradi! A rendezvény, mint látjuk, ezúttal is kifogástalan hangulatban zajlott, és abban is minden résztvevő egyetértett, hogy már alig várják a tavaszi találkozót. Jó volt a buli! Azért természetesen nem egy ilyen buli alkalmával kell a postások munkáját megítélni, és az is lehet, hogy egy ilyen jó buli után még többen szeretnének majd postai alkalmazottak lenni. Évente kétszer rendeznek tehát hasonló találkozókat. Lássuk, hogy a hét folyamán milyen műsorokat láthatnak a Pécs TV sportműsoraiban. Beszámoló lesz az ökölvívó csapatbajnokságról. A küzdő sportoknál maradva a tékvándó másodosztályú bajnokságát is megrendezték Pécset. Ott is jártunk kameránkkal. 4 percben beszámolunk a Pláza autós ügyességi versenyről. Jelentkezik majd a kispályás iradó kedden és a sportszerda a megszokott időben szerdán. Egyebek mellett témáink között szerepel majd a meccsek ralli, vendégeink között lesznek a PMFC labdarúgó csapatának néhány képviselője. A Mizó Pécsi VSK női kosarasai fontos állomáshoz érkeznek a bajnokságban. 21-én a Diósgyőrt fogadják, Rózsa Gáborral beszélgetünk még a találkozó előtt. Anyagot készítettünk a tanulásban akadályoztatott gyermekek sportnapjáról, az olimpiai reménységek úszóversenyéről, és számos más érdekességgel szolgálunk majd ezen a héten is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk. Ajánlom figyelmükbe a most következő sportinfót, és a Teletext sportoldalain belül is a hétfői kispályás városi labdarúgó bajnokság legfrissebb eredményeit. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!